A török parlament csütörtökön rendkívüli szavazáson felhatalmazást adott a kormánynak, hogy katonákat küldjön Líbiába az ENSZ által elismert helyi kormány megsegítésére. Az ankarai törvényhozásban 325 igen és 184 nem szavazattal fogadták el az erről szóló törvényjavaslatot. A török kormány egy évre kapott ezzel felhatalmazást a libiai katonai beavatkozáshoz. Stratégiai fontosságú lépésnek tartják. A kormány biztosítani akarja a török jelenlétet a földközi tenger keleti felén, miután Görögország, Ciprus, Izrael és Egyiptom saját gazdasági övezeteket alakította ki a tengerfenék olaj és földgáz kincseinek kiaknázására. Erdogan elnök a líbiai polgárháborús konfliktusban a tripoli székhelyű kormány támogatja, amelyet az ország keleti részét ellenőrző Halifa Haftar tábornok csapatai próbálnak megbuktatni. A török ellenzék azonban attól tart, hogy a török katonai jelenléttel csak eszkalálódhat a líbiai helyzet.